mindenki nevében mondhatom, hogy nagyon vártuk ezt a mai napot. Azért ugye a héten is még elég sok edzésünk volt, de tényleg azt gondolom, hogy ez a mai nap azért elég nagy izgalomba telt. Ugye egyrészt az összepakolás miatt, másrészt azért nyilván itt a közeg meg az, hogy körbenézünk, és mindenkin ugye ugyanaz a magyar póló van, ez nagyon-nagyon jó érzés. Így a mi csapatunk már úgy egy-két hete, azt gondolom, hogy ebbe az olimpiai lángba ég, vagy lázba. De tényleg nagyon-nagyon jó érzés ez az egész, hogy itt lehetünk, és tényleg az, hogy ugye nagyon sok szerettünk is itt volt, és elbúcsúztatott minket, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon különleges érzés, és azt gondolom, hogy tényleg az elmúlt 5 év munkája az ezeken a napokon úgy kicsit kifizetődik, mert tényleg így nagyon élvezzük ezt a közeget. Hogy szeretnénk a női vízilabdának az első érmét megnyerni, és természetesen minél fényesebbet, a legfényesebbet, úgyhogy ezen leszünk a következő 7 meccsen, hogy minden meccsen tényleg megtegyük azt, amit igazán tud ez a csapat nyújtani. Nagyon nagy az izgalom, mindenféleképpen én élemre szeretnék tényleg hazatérni, ezt megértem a családomnak, a kislányomnak, a feleségnek, meg az otthoni szurkolóknak is, akik szurkolom, mert az büszkeséget szeretnék hozni az egész Magyar Hokej Szövetségnek is, meg Magyarországnak is, mert már elég régóta nem hoztunk érmet, úgyhogy én mindent meg fogok tenni, ha kell a ringbe halok meg, úgyhogy mindent meg fogok tenni, és küzdök, ameddig csak kell. Akkor jó nagy nyomást tettél a válladra, és az egyébként mekkora nyomás, hogy azért az elég ritka, hogy te vagy tényleg az egyetlen a sportágad van, aki képviselni fogja Magyarországot. Igazából nem olyan nagy nyomás, mert igazából egy kicsit ez ilyen motivális azért dolog, hogy most itt azért tényleg egyedül jutottam ki, és így bizonyítanom kell, és mindent meg kell tennem az érdekében, hogy egy éremmel jöjjek haza. Mik azok a személyes tárgyak, amiket semmiképp nem akartál ezen a néhány héten nélkülözni? Ugye van egy plüss macim, ami 2 éves korom óta velem van. Dagi macinak hívják, nagyon találó neve van. Ő azóta velem van, úgyhogy őt mindenképp hoztam. Ugye a zsebemben a meccseken szokott lenni egy kis nyuszi, ugye a Toki nyuszimra utalva, úgyhogy ezek nélkül semmiképp sem. Babonásnak tartom magam, tehát hoztam olyan dolgokat, amiket nélkülözhetetlennek gondoltam, de azokat a segtartanám magamnak. A feleségem pakolt be nekem, úgyhogy szerintem tudja, hogy rakott be valamit, amit a kislányomról valamit, mert még az örökölkölözés tornán is rakott be nekem, és én nem tudtam róla, csak amikor pakoltam, úgyhogy tudja, hogy van valami.